videóban olyan szavak hangzanak el, amik sérthetik egyes nézők fülét. Ha te ilyen néző vagy, kérlek, hagyd el az oldalt az esetleges és utólagos felháborodás elkerülése véget. Akik itt maradtak, azok dőjenek hátra, ha megengedhetik maguknak, akkor katt az 1080p-re és élvezzék a műsort. Jó szórakozást! Hello, sziasztok, Marci vagyok. Azt hiszem, sikerült megoldanom a mikrofon problémámat. Legalábbis azt remélem, hogy sikerült megoldanom a mikrofon problémámat. Hát ha nem, akkor a végén úgyis meg fogjuk tudni, hogy mit sikerült alkotnom, mert akkor hát a végeredmény az sajnos csúfos lesz. Legalábbis érthetetlen, meg hasonló dolgok. Megpróbálok normális hangerőn beszélni, hogy nehogy azt tegye tönkre a mikrofont, hogy túl hangosan beszélek. Ó, szia! Túl hangosan beszélek bele, vagy itt tudja, én értitek, szóval megpróbálok. Na. És kész. Ez már a 13. rész, és még mindig élek. Kreatív módban kicsit mesterkedtem Siriusnak a csirke farmján, csirke üzemjén, és nagyon durva ragacsos dugattyú rendszert csináltam ugyanarra az alapra. Hát egy kicsit kegyetlen, mondjuk a láva is elég geci dolog, hogy szarra égetjük szegény csirkéket. Ez akkor még rátesz egy lapát, hogy ezeket nem megégetjük, ezeket kitrancsírozzuk, szó szerint. Szóval elég morbid szerkezet lesz. Szám szerint 32 hoppert fog tartalmazni, 2 diszpenzert és 4 ragacsos dugattyút. Ja, ezt nem is akartam befalazni. Szóval igen, rendesen tömve lesz anyaggal a cucc. Ja, hát meg egy halom kiégetett kő, meg félblokk, meg üveglap, szóval lesz ott minden benne. Na szóval arra is megyek. Ez itt elég vidáman ég. Ég a messziségben. Hát most úgy nagyon nem mozgok, mert nem akarom, hogy a mikrofon kábel esetleg hátha az van megszakadva, nem akarom, hogy nekiálljon nekem itt szarakodni. Szóval maradok így mozdulatlan. Megpróbálok oda menni. Ah. Na, ki a király? Na, jó van, akkor mehetünk tovább. Itt pók hallok. Pók hangot hallok ezerrel. Jó, hát azért ennyire nem ezerrel, mint amennyire volt, amikor Ó, hát ez itt teli van fémmel. Na, és hát na, van itt fém bőven. Oh, fuck. Hát vaskardot nem cseszünk, hát de jó, egy kicsi vaskardot elcseszünk rá. Úgyis össze kell majd craftolni a másikkal. Add egy creeper koma. Akkor ne nagyon fordítsunk hátat, ezt itt kizéljük, hogy tudjak futni. Hogy? Na ez itt biztos fönnakadtam volna rajta, hogyha meglát minket a creeper koma. Jó, akkor itt tudok futni. Na jöhet a világítás, ha meglásson minket. Ja, fütyülni sem kéne, mert hát hogyha. Gyere te köcsög! Hát ez egy lájtos izé volt. Creeper volt most így köztünk szólva. Kicsit halk a játék. Nekem. Ujj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 
kész. Vissza a játékba, majd én ráadom a hangot magamnak, ti meg halljátok azt, amit én beszélek. Nem néztük, mikor kezdtem a videó felvételt, igaz? Ó, faszomat, nem hiszem el, hogy ennyire sötét vagyok, basszus. 55-kor, 5 perce már megy a felvétel? Mit gondoltok, megy 5 perce a felvétel? Jó, akkor még 15 percet felveszünk. Így is egy örökké valóság feltölteni ezeket az 1,5 gigás videókat ezzel a 90... Te jó ég!
Ó, az anyátok, de meg akartuk enni. Azt a szentségét, itt nincsen nyersanyag sehol. Nincsen. Viszont fa az van nálunk, igaz? Crafting table-t azt megint elhagytam. Nem, az van visszább, igaz? Ahol sül a cucc. Hát akkor azt nem csinálunk. Visszatolálok én oda? Vissza, ugye? Na, hát akkor csapassuk, szedjük ki ezt a kis fémet itt. Ez tudja, hogy megint egy fogspavner, de azt már nem szeretném kiszedni, mert az előző is hatalmas izgalmakkal járt. Nagyon durva. Azt az idős. Hányan lehetnek, te jó ég. Dugattyú, zombi. Te anyám, ezt a szenet kisemberem szedni, mert tudja, hogy a nyak... Jaj, nem nézek rá! Na, meg is találtam a helyet. Én ezt itt befalasztam? És annak a végén meg itt van ez a cucc. Ki tudnak ide jönni? Három jelz, ide ki tudnak jönni. Hát egyelőre nem falazom be. Annyira, hogy fókok ne tudjanak rajta átjönni. Ezt le is teszem. Egyné. Ez itt zsír, mármint zsír. Ennyi fém volt, amit én láttam. Ez volt az a rengeteg fém. Hát jó van, akkor ez így. Áh, itt van még. Jó van egyszer. Jó van, az is valami. Jó van, akkor ezt az utat itt lefedjük. Itt víz fog kifolyni. Tudtam én. Hát nem hiszem el. Akadós rohas. Rossz sebét neki. Ne. Úgy né. Oda még benézünk. Jaj, de idegesít ez a sok zombi hang. Elmegyünk erre visszafelé. Ez itt be van fedve. És itt tudok meg, itt meg le tudok menni. Ja, és arra nem mentem még tovább. Lehet, hogy ezekkel ott találkoznék is. Na. Jó van. Sütöm a vasat, hogy ne foglaljon két helyet. Ezt a parancsot kaptam öcsémtől. Ezt a ládát meg leteszem. Hogy ki tudjam belerakni az olyan dolgokat, amiket nem akarok magammal vinni, de majd megfontolom, hogy... Na, ezt viszem. De még megfontolom, hogy itt hagyom-e, vagy mit akarok mondani. Jó, a nyilat azt nem marad. Mi van? Ja, ide tette. A kő az ugyanúgy kell, tovább építkezni. Kaja az még kitart, ez nem kell, az sem kell, ha van nálam egy csomó izé-izé. Dinnye maga, az jó lesz, szén az nem kell. De, szén az kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 szén, meg akkor egy kis... Mi a tököm? Hát nem ennyi. Ennyi. 12, meg 10 izé. 61 az tökéletes, és ebből mit csinálunk? Kőkardot. Kőkard? Jó. Akkor mehetünk is. Először megnézem ezt a verziót, mert az nekem ott nem tetszik a hang. Legalább legyen meg 12 részes a videó. Ez itt nem tetszik nekem. Mi? Hát én választottam el, és... Na! Itt kellene lennie egy olyan cuccnak, hogy... hogyha gáz van, akkor tudjak futni, és be is tudjak csukózkodni magam mögött. Vagy... Erre kell futnom, hogyha a gáz van. A követ azt kérem vissza.
Az az érdekes, hogy ez nem ég el. Fa. Azért inkább szétvágom, nehogy alattam álljon neki szétégni. Na megnézzük ezt itt lávával a hátam mögött. Na itt van egy denevér, felkeltjük. Jó, denevér. Ó, oh, itt meg egy zombis partner. Jaj, de gyönyörű a világ. Remélem ezek dobnak majd nekem dolgokat. Köszönöm, elnézek balra, mert itt baloldali fülembe. Baloldali fülembe? Ja, jól mondtam. Hogy né? Nem lenne rossz, feldobálnának sárgarépát, meg dinnyemagot, meg... Hát dinnyem az már van, az nem kell. Viszont minden más dobálhatnának. Szevasz! Gyere, Józsi! Jó van, innen nem jön senki. Nagyon óvatosnak kell lennem, mert... Húha, mennyi szaros járat, basszus. Mennyi szaros járat, mutasd el. Na, ki vitte tovább a rímet? Te, ez ugyanaz a folyosó, mint ez a folyosó, igaz? Mert ott átfolyik a láva. Aha. Na, rohadj meg, te rohadj, de nem ér. Ha basszus. Jó van, itt nem tudnak átjönni a csirkék. Itt viszont van egy lépcső. Valahol csapkol egy dugattyú. Na, kit érdekel, hogy mi van benne abban a dobozban? Vagy hívjam inkább ládának? Legyen inkább láda, igaz? Hát, két forrás könyv, amivel megint nem fogok mennyire, semmire sem menni. Kakó, boboz, megint kell, mind a hányás. Jó, van, elviszek mindent, csak mert azért. Te meg itt villogjál csak. Na! Elmenjünk először erre. Ismerős nekem ez a bánya rendszer, mintha már lett volna egy olyan, hogy jobbra kanyarodik a cucc, aztán itt pedig egy blokkal feljebb lévő folyosó jön. Amit egy nagy, szintén hosszú folyosó követ. Már van kőkardunk, igaz? Akkor ezt ne használjunk el. Ja! Hát itt csak ennyi a látnivaló. Akkor ezt gyorsan kiszedjük. Vagyis hát egy részét kiszedjük. Na szóval ott tartottam, hogy a csirke cucc. Siriusnak az ötletét durván felnagyítottam. Négy dugattyúval működik. Ja, vagy... Várjatok, azt egy próbafelvételbe csináltam. Ja igen, akkor itt most elkezdem előről a témát. Itt hardcore módban fogok megépíteni egy igen brutális csirkefeldolgozó üzemet. Hát viszonylag nagy hatásfokkal dolgozik, ha beindul. Iszonyat brutál tempót diktál, szóval nem tudom, talán egy 2-3 részt kell majd várnotok arra, hogy tök aktív legyen a rendszer, és akkor az onnantól termel mind a gép. Nincs itt semmi fém. Hatalmas méreteket fog ölteni, és hatalmas nyersanyag igénye lesz neki. Nem kevesebb, mint 32 darab hopper kell. Új, jój! Az ne folyjon a nyakunkba, igaz? Aztán, hogy a többi az leég, az már legyen az ő baja. Na, megnézzük, hogy itt mit hagytunk. Na, kíváncsiságból kiütöm ezt a középsőt. És ezt? Na, és azt? Na? Na, és nem nyertem semmit. Ezt elvisszük, mert bármire jó lehet. Ezt úgyis csak egy 64-es tikket fogok magammal vinni, hogyha itt hagyom a bányászt. Házikómat, szenet,
Egy 28-as, ott, amit ott hagytam, az nem tudom, hogy hány darabos volt. Amit viszünk mindenképp az a dinnyem, az kell kaja. Jó, mondjuk ha megcsinálom azt a brutális csirkefeldolgozó üzemet, akkor nem kell annyira majd a dinnyemag. De azért néha jó egészségeset is inni, enni. Na, ez vége. Ez vége. És ez is vége. Na, szevasz, tavasz. Jön a nyár. Jó. Egy alagútnak annyi. Valószínű, hogy sokatoknak unalmas lesz, hogy ez a sorozat is már 13 részen keresztül csak bányászásból áll, de igyekszem, esküszöm, hogy igyekszem letelepedni, de nem megy minden egyről a kettőre. Kapis? Na, köszönöm szépen a megértésedeket. Na, nem akarom elsietni itt a dolgokat. Hehe, faszogó. Na, megint egy szép magyar szó, amit nem szabad átvenni, mert szép magyar. Nem láttam is sehol sem fémet. Már azért az a 32 hopper azért az majd igényelni fogja. Szóval, azt jobb megtartani. Mármint meg... Ja, de itt erre a fémre emlékeztem én. Szóval jobb megkeresni azt a... 32 hoppert. 32 hopperra való nyersanyagot meg kell keresnem bőven. Na! Akkor arra még van egy olyan járat, ami még felfedezésre vár. Ez itt miért ilyen? Nem tudok futni. Na most jön ez a járat. Igyekszem. Ó, ez ennyi. Ez kész is. Ez meg is van. Akkor itt... Hát a szén mindig csak az... Köszönöm. Csak ennyi volt a szén. Ennyi volt a szénmese. A fákjákat azért hagyom haza hátra, mert sok aztán nem. Ó, ezt itt hagyjam. Legyek ilyen rohadék, hogy ott tengődjön a világ végezetéig ez a kis rohadék. Vagy üssem ki. Nem, én kegyetlen leszek, és itt hagyom a szarba. Szavasz, parasz! Jön a nyár. Áj! De beszartam egy pillanatra. Na. Akkor ennek itt megint csak vége. Lezárult egy korszak megint. Ja. Ja, ez az a izé, amit ide hagytam. Kezd elfajulni ez a bánya, nem? Ne robbancs ki a fémet, te segdugó! Erre mi vezet? Mi erre vezet le az út? Na. Na, ezek megpurcantak. Úgy, oda beteszünk egy izét. Aha, itt már valami zöld nyálka golyó ugrál. Meg lett. Ez az, és az idő is letelt, szóval most innen fogunk folytatódni. Értitek? Innen fog folytatódni a következő rész. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!